kiderült, hogy milyen árfolyamon forintosítják a devizahiteleket. Szépen erősödik az OTP, ma forog először a tőzsdén a Norbi update, le vannak maradva a gazdák a vetéssel és az aratással. Ezek a privátbankár főbb hírei. Köszöntöm Önöket, november 10-e van, 1 óra. Én Füstös Móni vagyok, és mondom a részleteket. Vasárnap jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Nemzeti Bank, hogy megállapodtak a devizahitelek kivezetéséről. A devizahitelek forintosítása a kúria döntésének időpontja óta eltelt időszak átlagárfolyamán, vagy a november 7-én jegyzett napi MNB árfolyamon történik majd. A két érték közül a devizahiteles számára kedvezőbb árfolyamot köteles majd venni a bank. November 7-én az euró árfolyama 308 forint 97 fillér, a svájci franké 256 forint 60 fillér, a japán jené pedig 2 forint 16 fillér volt. Most a bankközi devizapiacon 1 euróért 309 forint 10 fillért, 1 svájci frankért 256 forint 90 fillért kérnek, a japán jen forint árfolyama pedig 2 forint 17 fillér. Balatoni András, az ING Bank vezető elemzője szerint az ügyfelek, akik az elmúlt években már megégették magukat, örömmel fogják választani a forintosítást, hogy ezáltal csökkentsék devizakitettségüket. Tóth Gergely, a Budakes Brókerház elemzője ugyanakkor szkeptikus a lépés sikerével és azzal kapcsolatban, hogy a piaci árfolyamon történő forintosítással véglegesen felszámolhatók a devizahitelek. Szerinte ugyanis az ügyfelek nem biztos, hogy vállalják a mostani és a hitelfelvételkori árfolyam különbségéből adódó veszteség realizálását. Véleménye szerint, ha a forintosítás nem kötelező és piaci árfolyamon történik, akkor nincs nagy túljelentősége, hiszen piaci árfolyamon bármikor forint hitelre lehet váltani a devizahitelt. A tőzsdei kereskedés hangulatára kedvező hatással vannak a forintosítás részleteiről megjelent hírek. Most a BUX 2,5%-os pluszban van, a vezető részvények mind zöld tartományban vannak, a Magyar Telekom és a MOL 0,5%-os pluszban van, a Richter 2,5%-os pluszban, míg az OTP a hírek után 5,5%-os pluszt mutat most. Ma forog egyébként először a Norbi update részvénye a tőzsdén. A 990 forintos kibocsátási árhoz képest szerény emelkedéssel 1000 forinton nyitott a Norbi update részvény az első kereskedési napon. Innen azonban hamar leesett, délóta 950 forint alatt van az árfolyam. A kukorica betakarítása továbbra is gőzerővel folyik az országban, az őszi búzának pedig már 70%-a a földben van. Ez azt jelenti, hogy kis elmaradásban vannak a gazdák, különösen azok, akik még a kukoricát sem takarították be. Német Istvánt, a magro.hu ügyvezető igazgatóját kérdezem a gabonapiac aktuális helyzetéről. Üdvözlöm a nézőket! Annak, hogy el vannak maradva a gazdák. Ennek elsősorban az az oka, hogy az ősz nagyon csapadékos volt, és nagyon sok helyen belvizek, a talajnedvesség olyan volt, hogy egyszerűen a gépek nem tudtak rámenni időben a földekre, és emiatt nem tudták megkezdeni időben sem a kukorica betakarítását, sem a búza vetését. Ez az oka a késlekedésnek. Hogyan alakulnak ebben a helyzetben az árak a piacokon? A múlt héten enyhén emelkedett mind a kukorica, mind a búza ára, és ez igaz az étkezési búza, illetve a takarmány búzára is. Ezért aztán a Magro Gabona Index is 2%-ot növekedett, így jelenleg 7726 ponton áll. A drágulás azt jelentette, hogy a kukoricát 36.950 forintért adták, illetve vették, az étkezési búza ára 47.500 volt, a takarmány búzai pedig 43.000 forint. A közeljövőben, tehát mondjuk így az év végéig még további enyhe erősödésre számíthatnak az érdekeltek, akár a búza, akár a kukorica tekintetében. Német István, köszönjük! A Tigard megbízottainak adják ki magukat csalók, akik szénmonoxid riasztókat akarnak eladni. A cég felhívta a figyelmet arra, hogy semmilyen körülmények között nem árul szénmonoxid érzékelő készüléket, és a munkatársak nem vehetnek át készpénzt, a cégnek csak utalással vagy csekken lehet fizetni. Ne hagyják, hogy megtévesszék Önöket a csalók.
nem menti fel tisztségéből Vidai Ildikót, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnökét Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter ezt a Magyar Rádió 180 perc című műsorában jelentette be. Azt mondta, hogy a NAV elnökét valaki anélkül vádolta meg, hogy bármivel bizonyítani tudná a vádakat. Varga Mihály szerint ebben a helyzetben akkor járna el a legrosszabbul, ha felmenteni a NAV vezetőjét. Nem fogom ezt megtenni, tette hozzá. 4 órakor lesz legközelebb élő híradó itt a Privát Bankár oldalán. Addig olvassanak minket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.